mik az útvesztők az életünkben, a gyarapodásba. A gyarapodást ugye elsősorban mindenki anyagi áldásra gondolja, de az Úr áldása az gazdagít meg valamennyiünket. A bibliai gyarapodás, a bőség fogalma azt jelenti, hogy mi uraljuk az életünket, az életünk minden területén, szellemi, érzelmi, anyagi, gondolati értelemben, a testünk állapotában. A bibliai gyarapodást nem lehet csak arra vonatkoztatni, hogy az illető, akinek van pénze, bármit megvásárolhat magának. Mert a pénzzel, nagyon jó a pénz, ha van, de a saját példámon tudom, hogy hiába volt pénzem, nem tudtam az egészségemet megvenni rajta, és ugyanígy vannak sokan. Elsősorban azt szedtem össze, hogy milyen akadályai vannak a gyarapodásunknak a területén. Tehát erre a területekre fogunk elsősorban kitérni, és egy-két híres szolgálatnak a tanításaiból vettem ki, amiből fogok nektek idézni: Joyce Meyer tanító, Raymond pásztor, Oral Robert, Kenneth Hagin, nem kell bemutassam nektek. Sokszor mondják az emberek, ó, nincs pénzem, hogy nagyon sok, ezt csak most felsorolnám nektek, amit ideig kicsis láfortokba írtam, hogy vajon miért nem lehet, vagy miért nincs pénzed. Törvényből adnak, magvetés hiánya, vereségről beszélnek, kudarcról, viszálykodnak, panaszkodnak, látásba járnak, a hitük össze van zsugorodva, szükségről beszélnek, félelemből tesznek dolgokat, aggódnak, zugolódnak, nem Isten rendszerében csatlakoznak rá, és az ördög meglopja a szenteket, mert nem a hit alapelvei szerint teszik, élik az életüket. Valójában hinnünk kell a bibliai gyarapodásunkba, meg kell alapozni ezt a szívünkbe, harmadrészt pedig megvallani. Az Úr áldása az gazdagít meg, mondja Isten csodálatos igéje, és ha Isten ember egy gyarapodó, az minden területre ki kell, hogy hasson. Ha egy gyarapodó embertől elvesszük akár minden pénzét, minden anyagi tulajdonától megfosszuk, akkor is gyarapodóvá válik. Isten gyermekének ilyenné kellene, hogy legyen. Mégis a keresztényeink között nagyon sok adósságban van, válságban van, kifizetetlen csekkekben van. Az életére nem lehet azt mondani, hogy gyarapodó. Egy gyarapodó embert, mondhatom nektek, nem lehet leállítani, mert Isten vele van. A gyarapodás nem más, mint Isten ismerete, hisz ha ismerem a jogaimat, akkor én azt birtokba tudom venni. És a Hózeás 4:6 azt mondja, hogy elvész az én népem, mivel tudomány nélkül való. Igen, hát ha nem tudjuk, hogy mi tartozik hozzánk Isten királyságába, az áldás, mert ugye az Ószövetségben volt az áldás és az átok. Nekünk az új, egy jobb szövetségünk van, a szeretet parancsolatába kell járnunk, és minden a miénk lehet, ha betöltsük ezt az egy csodálatos törvényt. A Máté 6:33 mondja, keressétek Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Vagyis az a gazdagság, amit mi felülről kapunk, azt nem lehet elvenni tőlünk. Egyszerűen senki nem tudja elvenni a te ajándékaidat, ha te az birtokba akarod venni, Isten veled van, és a gyarapodás előbb-utóbb utolér téged, ha te ebben hiszel, ha ezt támogató igékkel, egyszerűen használva Isten igéjét, valóságban jön az életedbe a győzelem. Nem lehet leállítani azt az embert, aki tudja, hogy Isten vele van. Nézzük ezt az első igét, 1 Mózes 39.1. József pedig alávitették Egyiptomba, és megvette őt az izmáliektől, akik odavitték egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraó főembere, a testőrök főhadnagya. És az Úr Józseffel volt, és áldott ember volt. Látta pedig az ő ura, hogy az Úr van ő vele, és hogy valamit cselekszik az Úr, mindent áldottá tesz az ő kezében. Kedvessé lett azért József az ő ura előtt, és szolgával a néki, és háza felvigyázójává tevé, és mindenét, amilyen volt, kezére bizá. És lőn az időtől fogva egy házának, és amilyen volt mindenének, gondviselőjévé tevé, megáldá az Úr az egyiptomi ember házát, Józsefét, és az Úr áldása volt mindenen, amilyen csak volt a házon és a mezőbe. Figyeled, minden. József ugye rabszolgának eladták Egyiptomba. A legkiválóbb példa, ugye, hogy József egy gyarapodó ember volt.
a gazdagság, ami nekünk felülről adott, hisz minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről az igazság atyától száll alá, nem veheti el tőled senki, mert Isten veled van. És ez a szánk elsősorban a kulcs a gyarapodáshoz. Ez a legelső és a legfontosabb. A gondolkodásmódunk, hisz amit gondolsz, előbb-utóbb ki fog a szádon jönni. És a szánkra kell a legjobban megzabolázni, hogy nem mondjuk ki a látható dolgokat. Egyszerűen arra tekintsünk, ami felülről adatott nekünk. Ott pedig Isten azt mondja, hogy minden a miénk. Tehát a legkiválóbb példa József. Semmi nem volt a tulajdonában, mégsem lehetett leállítani, Isten vele volt. Tudjuk, hogy a fáraónak az első emberévé vált, rabságban volt, és sikeressé vált. Az az ember, aki tudja, hogy Krisztusban mi jár neki, előbb-utóbb sikeressé kell, hogy váljon. Mert Isten veled van, akkor pedig ki lehet ellened. És ez az egyetlen evangélium van, és nincs átok. A szegénység átok alatt tartsa az embereket, a szegénység szindróma. Egyszerűen az ige az, ami majd ki fogok térni, ami megváltoztatja az életünket. Nem kell betegnek lenni, szegénynek lenni. A Galata 3.13.14, ez a vezérfonalunk, Jézus megváltott a törvény átkától, ugye attól a törvény átkától, ami az Ószövetségben volt, hisz ha nem tartották be a törvényt, akkor átok alá estek az emberek. De mi nem vagyunk átok alatt, Jézus megváltott minket, és a szegénység és a betegség része volt az átoknak. Nekünk jó hír, hogy nem kell szegénynek lenni, mert Jézus szegény élet életünk, hogy mi gazdagá lehessünk. Jézus megváltott, és Jézus velünk van. Józsefre visszatérve, József gyarapodó volt, az emberek felfedezték, hogy van vele kapcsolatban valami, nem tudták pontosan mi, de tudták, hogy ezzel az emberrel nem szabad kezdeni, mert valami szent védettség vette körbe. Lehet, hogy a környezetedben már veled kapcsolatban is felfedezték, hogy nem lehet veled kikezdeni. Így van? Amen? 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 Mert egy szent védettség vesz körbe. Úgyhogy amihez nyúlunk, Isten bölcsességében tesszük, és minden, amit tett József, jól jött elő. Növekedés jött elő. És a növekedés az mindig Istentől jön. Isten nem ad nekünk, Isten nem a visszavonás Istene. Ő nem olyan, hogy egyik kezével ad, a másik kezével meg visszavesz. Isten nem lop. Ő nem egy tolvaj, az ördög a tolvaj. János 10:10 azt mondja, a tolvaj nem egyébért jön, lopjon, ő jön és pusztítson. Isten nem büntet, hogy ő elvenjen, vagy elraboljon. A tolvaj az, aki lop tőled. Tehát, amire csak szükségünk van, bármit elvehetünk, megparancsolhatjuk az igényelt összeget, megtilthatod az ördögnek, az oldáskötés imája, a Máté 18:18 a legfontosabb imánk az anyagi gyarapodásban. Sátán, leveszed a kezedet a pénzemről, a szolgáló szellemeket pedig beszólítjuk, ugye megkötjük a földön a gonosz kezét, és az meg lesz kötve a mennybe is, ugye ahol ő ott uralkodik, és a pokol kapuit is meg tudjuk támadni, és leállítani azt a munkát, amely lopja a pénzünket, lopja a gyarapodásunkat, az áldásunkat, mert ő vissza akarja tartani az áldást, ami neked jár. A szolgáló szellemeket pedig szabadon engedheted, hogy hozzák be a számodra szükséges anyagiakat. Az ige mindig működik. Mikor működik? Amikor te a szádra veszed hittel. Hittel, ezt ne felejtsétek el. A hit ott kell legyen a szívedbe. És Istenben, az ő igében való hit az, ami cselekedetekkel kell, hogy párosuljon, és mindig eredményre fog vezetni a te életedben. Tehát fel kell szabadítani, bibliai módja van ennek, Isten igével meg kell újulnod, egyrészt igényelnünk kell azt a pénzt, amire szükségünk van, másrészt ugye meg kell parancsolni a sátánnak, hogy levegye a kezét a pénzedről, a szolgáló szellemeket, hogy hozzák be a pénzt. És a hit így működik minden területen. Meg lehet törni ugyanígy a betegség területén, vagy bármi, ami rossz a te életedben. Meg kell tanulnod a hatalmadat gyakorolni. Most tanítottam nemrég a hatalom gyakorlásról. Rendkívül fontos. Ez egy alap dolog, hogy az ördög munkáját le tudjuk állítani. Nem sírni, nem siránkozni, hittel és hatalommal. Ezt meg kell tanulnotok. Addig kell a hívő hatalmát gyakorolni, amíg az ördög el nem megy, amíg a tünet fel nem száll, amíg a gyarapodás be nem jön, mert hiszed az igét, és az addig valód meg, amíg a tiéd nem lesz az a kívánt dolog. Ami nem odavaló az életedbe, a városodba, a szolgálatodba, a házasságodba, addig a hatalmat gyakorolni, és nem mozdíthatnak el téged. A hitünk működni kell minden területen. Nekünk a hit szelleme van, és amit kimondunk, azt hisszük.
Tehát soha ne beszélj a kudarcról. Ez az első számú nagy ellenség fegyvere. Szeretjük magunkat sajnáltatni. Kudarcról ne beszélj. Ne beszélj a vereségről. Ne higgy különösen a vereségbe és a vesztességbe. A győzelemből beszélj ne a nehézségeidről, a hitet hiányáról, a pénz hiányáról. Mert a hitet teljesen össze fog zsugorodni. Az ördög ki fog üresíteni. Jön és kilopja az igét a szívedből. Ha Istenről beszélsz, és az ő igéjéről, és arról, amit szeretnél látni, a gyarapodást az életedben, a növekedést, akkor a hited növekedni fog. Ha beszélsz a pénztelenségről, azokra a dolgokra, ami akadályoz téged, meg is fogja akadályozni, hogy a pénz bejöjjön. Elsősorban a pénzről beszélek a mai napon, de fogom az életetek sok területét érinteni, amely meglátjátok, hogy fel fogja nyitni a szemeiteket. És kérem az Urat, hogy nyissa meg ma a szellemi szemeiteket, hogy meghalljátok azt, ami rátok vonatkozik. Pénz hiányáról tehát beszélni meg fogja akadályozni a pontosan a pénz bejövetelét. Meg fog nyomorítani, mert félelem jön vele együtt. Amikor hiányról beszélünk, akkor egy félelem is van azzal együtt. Felmagasztalod a félelmet az életed, hogy mi lesz, ha nem tudom kifizetni, ha nem tudom megtenni, ha nem tudom megvenni. Mi lesz velem holnap? Nekünk a szeretet törvénye alatt kell lenni, és az alkudalmaskodás az nem fogja a termetedet egy araszttal megnövelni, sem nem fog hitben előre vinni téged. Tehát nagyon vigyázzatok, ne aggodalmaskodjatok a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolga felől. Elég minden napra, minden napon legyen meg, várd Isten csodáját, és bízzál meg benne. Valakit Isten elhívott, és 10 éve nem tett semmit. Például nem vetett, nem tudott gyarapodni. És 10 év után jött rá, hogy azok a sok vesztesség, ami érte az életében, hogy milyen károkat okozott neki. Ha csak illést nézzük, 3 dolog volt, amit meg kellett volna tegyen, és abból csak egyet tett meg, egy embert kent fel. Szoktasd magad rá, hogy Isten igével összhangjában gondolkozzál. Korlátokat állítunk Istennek azzal, hogy megelégedünk azzal, amink van. Isten meg sokkal többen szeretne téged megáldani, és ezzel leállítod Isten bőségének folyását, mert egyszerűen ott megelégszel azon a szinten. Soha ne elégedj meg azzal, hanem menjél tovább hitben növekedve. Elégedj meg abba a helyzetbe. De menjél egy magasabb szintre. Egyrészt, ha adosságod van, akkor adosságaid eltűnjenek. Amit szándékozni akarsz az életedbe, akár lakás vagy valami, azt meg kell tenned. Először hitbe kell előkészíteni, a szívedbe, a fókuszodba kell helyezni. Isten igével összhangba elő azokat az igéket. Tehát ki fogok ezekre térni. Ez egy nagy korlát és akadály, amikor valaki megreked egy szinten, és nem akar onnan, nem is lát ki utat abból, egyszerűen ott azt mondja, hogy nekem ez jó, vagy ebből nincs rálátásom, ó, hát én a nyugdíjamból, vagy abból a kevés keresetemből, vagy bármiből nem tudok tovább lépni. Na itt Isten megállsz, és korlátozod. Most mondom, hogy korlátozod Isten, mert nem hiszel Istenbe, az ő bővölködésének a törvényébe, és abban, hogy te tovább tudsz lépni egy más szintre. Ez egy nagy korlát. Akadályai a bővölködésnek, amikor kürtölnek maguk előtt. A Máté 6-ra megyünk, és ez nem is jó, van egy etika abban, amikor adunk Isten országába, elvetünk akár alamizsnánkat, akár tizedet, akár egy adományt, azt nem kürtöljük ki magunk előtt. Máté 6:1-4. Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket, mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei atyátoknál. Azért, mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltesd magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony, mondom néktek, elvették jutalmokat. Te pedig, mikor alamizsnát osztogatsz, ne a te bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy a te alamizsnád titkon legyen, és a te atyád titkon néz, megfizet néked nyilván. No, tehát ez egy nagyon nagy akadály, azért, mert ugye kürtölnek maguk előtt, mindenki tudja, hogy mit adtak, mit tettek. Ez nem jó dolog, ez nem jó, mert elvetted a jutalmad már itten. Nem jó, azt az atya láss. A második akadály, hogy a szellemnek nem engedelmeskednek sokszor az emberek. Lehet, hogy te vagy az egyedüli XY-nak valaki, mutatta a Szent Szellem, hogy XY-nak adj valamit oda. A szellem, amikor mutassa, lehet, hogy te vagy az egyedüli, akin keresztül Isten a kegyelmét ki tudja árasztani és elvégezni.
tenni. De ha nem vagyunk hajlandók és engedelmesek, akkor ott már elvétettük Istennek indítatását. Sokszor az emberek egyszer megpróbálják, és nem működik számukra azonnal, nem úgy jön be, hogy ők gondolják, felhagynak vele. Nem szabad felhagyni. De amikor te elveted a magodat, ez egy nagy akadály szintén, hogy nem várod vissza az aratást. Mert sokan vetnek, de nem várják az aratást. És mondhatom nektek, hogy Isten mindent visszaad, még egy pohár vizet is. A másik akadálya a bővölködésnek, amikor a pénzt halottra adják. Mi az, hogy halottra? Ez az Ószövetségben van, hogy ne adj halottra a pénzt. Hát jó és rossz dolgokra adni pénzt, és jó és rossz dolgokra felhasználni. Nagyon figyelj oda, hogy mire veted. Amikor Isten országába vetjük el a pénzt, az mindig számon kérhető, visszakérhető Istentől, és Isten ezeket a dolgokat tudja. De te is tudd, hogy te annak a reményébe vetettél le, annak a hitébe, hogy te azt majd visszavárod. Olyan ez, mint egy mennyei bank számlá. Betettél, és azt te ki fogod venni, és azt le fogod aratni. A másik akadály, amit látok, a vetés aratásnál, hisz vetnünk kell Isten királyságába, vetnünk kell ahhoz, hogy tudjunk aratni. Mit akar a hústest? Az most azonnal akarja. És azt mondom neked, hogy várd meg, ne lankadj. Ne lankadj, a látás bizonyos időre szól. Nem késik, nem siet, igaz? Mondja Isten csodálatos igéje. Tehát amikor te elvetetted a te magodat, elvetetted a te pénzedet, és úgy érzed, hogy Isten királyságában meg is tettél mindent, akkor ne lankadj és ne csüggedj, Isten nem hagy el, és az elő fog neked jönni. A másik, ami nagyon nagy akadály, hogy nem hitből teszik az emberek a dolgaikat. Például egy viszálykodás, hitetlenség elő tudja idézni, le tudja állítani a gyarapodást. Miért? Nem hitből teszik a dolgaikat. Lehet, hogy bedobják a pénzt, de közben egyrészt talán még vissza is várják, de közben meg viszálykodás van az életükben. És ez nagyon fontos, viszálykodnak, majd Koplannál írtam ezt ki, ez fantasztikus, hogy mennyire le tudja állítani az anyagi gyarapodást az életükbe. A megbotránkozás mit tud csinálni? Vigyázzatok, az ördög a legtöbbször ezen a területen fog meg minket, hogy megbotránkozunk. XY férhez ment, XY-nak lett egy nyereménye, XY gyarapodik, XY-nak egy jó kocsija van, XY-nak egy jó ruhája van, sokkal áldottabb, mint én, sokkal jobban mennek a dolgai, mint nekem, és ma olyan dologról beszélek, ami igen-igen fontos, mert ez egy akadály a te bővölködésed útján, amikor a másikra kezdünk el tekinteni, és mindnyájunknak van ilyen a környezetében, mindnyájunknak van ilyen az életében, lehet, hogy a családunkban, hogy az ördög persze meg akar minket sérteni, és nem akarja, hogy hitben növekedjünk és gyarapodjunk áldásokba. És hatásos fegyvere, hogy megsértődjünk, megbotránkoztassuk a szívünket Isten királyságába. Mi vagyunk a föld sója, a szellem gyümölcseibe kéne növekedni a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség, és a fényesség és a világosság, és az Istenbe vetett hitedet, amikor te gyarapodni akarsz, az ördög le akarja állítani, és amikor te a gyarapodás területén akarnál előbbre jutni, akkor fog elét hozni olyan embereket, akiknek talán úgy látod, hogy fényesebb a csillagjuk, egy nagyobb áldásban részesültek, akár elmentek Beninre, vagy elutaztak Hawaii-ra, vagy bárhova. Első számú fegyvere az ördögnek, hogy a másikra tekints. És a gyarapodás területén ez egy hatalmas visszahúzó erő, mert megsért, megbánt, kisebb rendűségi érzést fog előhozni az életedbe, a hitedben nem tudsz növekedni, hanem egyszerűen meglopja a hitedet, összezsugorodik a hited, mert a másikra tekintsz. Lehet, hogy ránézel a te lyukas cipődre, és a másiknak a szép cipőjére, ez csak egy képletes példa, nem ilyenekkel szokott általában, mindenkit más és más gyengeséggel fog megbotránkoztatni, és abban a pillanatban, hogy a szívünk megbántódik, megbotránkozik, a kedvesség nem hogy eltorzul bennünk, hanem egyszerűen úgy érezzük, hogy mi aztán senkik és semmik vagyunk. És ez a megbotránkozás leállítja az életünkbe a hitet.
egyszerűen mozgásképtelné tesz, mert megbántódik a szívünk. Ez egy nagyon nagy akadálya a bővölködésnek és az áttörésnek az életünkben. Nincs áttörés, tudnilik ilyenkor. Mert a másikra tekintsük, és azt mondjuk, mi vagyunk egy halogatott reménységben, és várod az áttörést, hogy a csekkeidet kifizest, vagy az adósságot visszakapd, vagy bármi anyagi területen, ahol szeretnél növekedni. És rátekintsz a másikra, és fog az ördög bőven hozni neked embereket, körülményeket, és ő tudja, hogy kivel tud a legjobban megsérteni téged. Ha megbotránkoztál az anyagi a területén, akkor ne hagyd, hogy mert különben minden területre ki fog hatni az egész életedre. Nem csak az anyagira, hanem az egész területen le fogja állítani a hitet az életedbe. Ugye a magvető inti az igét, abban a pillanatban, hogy a szívedbe lehullik az ige, az ördög rögtön ott terem, azonnal kész, hogy megbántson és megsértsen téged és engem, mindannyiunkat. Nem személyválogató az ördöge, szeretném elmondani. Nincs kivétel nála. Téged is, engem is, őt is, mindnyájunkat a gyenge pontunknál fog megkísérteni. Így van ez az anyagiak területén. Az anyagiak különösen egy gyenge pontja mindenkinek, hisz mindnyájan pénzből élünk, fizetnünk kell a közértbe. Az anyagiak nagyon is meghatározzák a szolgálatunkat, meghatározzák. Tudja az ördög, hogyha visszatartsa a pénzt, le tudja állítani a evangélium hirdetést, a szeretet útját, minden utat le tud állítani az életünkbe. Mert a megbotránkozás leállítsa a gyarapodást az életedbe, mert nem vagy hitbe, nem tudod elvárni azt a gyarapodást, azt a fajta gyarapodást, amit szeretnél. Miért? Mert megsérült a szíved. És amikor a szívünk megsérült, akkor nem vagyunk hitbe. Van, akinek vérzik a szíve, van, aki depressziósá válik, van, aki sír, van, aki Isten bántja, igéből akar meglopni. Miért? Mert az igébe ott a hit. A hit magokat akarja kirabolni, hogy hitetlenség, kétség, félelem, gyengesség, kisebbségérzés kerüljön az életedbe. Azért terem ott az ördög, amikor a szívedbe elvetésre került az ige, mert az veszélyes nekem, amikor te hitben vagy. Amikor nyomorúság, háborúság, üldözés támad az ige miatt, abban a pillanatban az emberek megbotránkoznak körülötted. Figyeld meg, amikor te hitbe akarsz lépni. Egy megbotránkozás tör ki. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy ne engedd, hogy az igét kilopják. Márk 4:16-17. És hasonlatosképpen a köves helyre vetettek azok, amint hallják az igét, mindjárt örömmel fogadják, de nincs bennük gyökere, hanem ideig valók, azután a nyomorúság vagy háborúság támad az ige miatt, azonnal megbotránkoznak. Nyomorúság, megpróbáltatás, és azt gondoljuk sokszor, hogy valamire meg akarnak minket tanítani. Nem, az ördög az, aki kilopja a szívedből az igét, és mielőtt az alul gyökeret tudna verni, és felül gyümölcsöt hozni. Hogy hitben tudjál növekedni, hogy gyarapodó, hogy áldott légy. Ez a fajta megbotránkozást állíts le, hogy mielőtt még meg tudna téged úgy sérteni, hogy egész környezetet és közösséget vinnél magaddal. Mert ez olyan, mint egy árvíz. Ez növekszik és terjed, ez a megbotránkozás. Leállítja a gyarapodást az életedbe. Ne add fel! Ne mondd azt, hogy ott hagyom a gyülekezetet, ott hagyom a férjem, ott hagyom a családom, akármit. Kelj fel abból a helyzetből, és vigyázz, hogy mit mondsz ki. Mivel erősíted meg a te helyzetedet, a szánk. Mondtam, ez egy nagy akadály a gyarapodás útján. El kell kelned ebből a helyzetből, amár beleestünk, hogy megsértődtünk, és amilyen gyorsan tudunk, gyere ki belőle. Kelj fel, és menj tovább, ne add fel. Sokan azt mondják, ott hagyom a gyülekezetet, ott hagyom a férjem, ott hagyom a munkahelyem, ott hagyom az embereket. Mert mi történik, amikor mi megsértődünk? Ez egy nagyon fontos téma, és ezért tartok, és ez egy hatalmas akadálya a növekedésednek, a bővölködésednek. Tudnilik, amíg sérelemben vagyunk, amíg ezen gondolkodunk, hogy mit loptak el tőlünk, és mi a személyre haragszunk általában, és közben nem a személy a hibás, az ördög áll minden mögött. Sokszor ezt át se lássuk. XY-ra haragszunk, mert XY ezt és ezt tette nekem, XY haragszik rám, XY nem köszön nekem, XY sokszor azért is, Uram, bocsá, az ego ez, hogy még azért is haragszunk, mert a másik szebb, vagy jobban néz ki, vagy boldogabb, mitől olyan boldog. Amikor mi megbotránkozunk, akkor az nem hitben való élésünket fogja előre vinni. Nem hitben fogunk olyankor növekedni. Egyszerűen berácsoljuk, bedobozoljuk, így is mondhatnám magunkat, az elménket, és nem a kedvesség nyer meg magának, hanem az indulat,
Azon jár az eszünk, hogy minket hátra tettek, azon jár az eszünk, hogy mink velünk mit csináltak, hogy mi ezt nem érdemeltük meg, hogy mennyi jót tettünk az illetőnek, mennyi mindent csináltunk, és mégis így viselkedik velünk az illető, és ilyenkor nem érdekel, hogy jó oldalunkat mutassuk meg neki, hanem mi is haragossá válunk, és úgy érezzük, hogy minket aztán nem úgy kezeltek, ahogy kellett volna. És ez egy nagy akadály, leállítsa a bővölködést az életedben, mert azzal, vagyis az ördög ezzel rengeteg időt, rengeteg pénzt lop el tőlünk, mert az időnket azzal töltjük, hogy XY-ra haragszunk, vagy imádkozunk, vagy ilyen dolgokat teszünk, ahelyett, hogy az ördögöt rúgnánk ki az életéből, a mi életünkben, a tisztátalan szellemet. Ilyenkor állj neki, ne az illető ellen, a tisztátalan szellem fölött, aki fölött hatalmad van, mint Krisztus társörököse, a hatalom néked adatot is ilyenkor kell megtörni, és a hatalmadat gyakorolni. Ne sértődj meg, ha valakire áldásszál, vagy kapott egy új autót valaki. Én tudom, hogy valaki kapott egy új autót, és ezen többen megbotránkoztak. Kenneth Hagennek fogok egy példáját előhozni. Mindent hitből kell tennünk Isten királyságába. Kenneth Hagenéknél elajándékoztak egy autót valaki, és erre kapott egy sokkal jobbat, ismeritek mindjárt a történetet, és többen elajándékozták, követték a hitüket annak. Na, de a Szent Szellem csak annak mutatta meg. Hát vigyázzatok, úgyhogy amit a szellem indít, amit a szellem mutat, azt kell neked követned. Tehát haragudnod nem kell senkire, azért mert Isten megáldotta, akár vettek neki egy autót, vagy adtak neki egy adományt, vagy bármit is. Boldog, aki én bennem meg nem botránkozik, az áldott és boldog, ugye a Márté 11.6. Úgyhogy én hiszem, hogy te is szeretnél Isten áldottja lenni, és az ördög azért botránkoztat meg téged, hogy te ne legyél Isten áldottja, ami neked jár, hogy leveszi az erődet, leveszi a fókuszodat Istenről, mert nem Isten nem fogsz akkor gondolkodni, amikor rád jönnek ezek a dolgok, már pedig mindenkire rájön, hanem magadon, hogy miért vagy ilyen, meg a másik miért olyan áldott, meg az miatt történt, és mindig megvan az ok, mindig találunk valakit, hogy ki miatt történt, és ez nem jó dolog. Tehát állíts le ezt az életedbe, és inkább a sértődés helyett kérd Istent, hogy ruházzam fel téged erővel, hatalommal, mert ebbe az állapotban nem tud minket használni, amikor mi megsértődtünk, megbotránkoztunk, félelmekbe, aggodalmakba vagyunk, gyarapodásunkat nem tudjuk birtokba venni, leállítsa, mert nem vagyunk hitben, csak hitben tudjuk kimeríteni Isten áldásait, és ha nem vagyunk hitben, akkor nem tud előjönni az áldás. Isten a hit Istene, hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, és csak azt tud boldogulni, aki Isten elé járul, de mivel? Hitben járul elé. És a hitben ott a szeretet, abban nincs megbotránkozás, abban nincs sérelem, nincs félelem, nincs sértődés. Abba Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, ugye az van. Minden értelmet, a logikád, a gondolkodásod Isten körül forog. Mert sokszor az emberek gyűlölik, elárulják egymást, úgy gondolják magukba együtt jobban boldogul, magukba boldogulnak egymaguk, és a közösségben meg egy gyönyörű élet van, hisz Isten csak oda küld áldást, ahol együtt vagyunk. Úgyhogy gyűlöld a másikat, ne is neheztelj rá, és tudom, hogy itt senki nem gyűlöl, de lehet, hogy a környezetedben van olyan, és mondd el neki, hogy ha áldott akar lenni, akkor ne gyűlölködjön, ne legyen sértődött, rossz hatással lesz rád, mert a legtöbbször az emberek egymást, akik nem szeretik, vagy gyűlölik, vagy sértődéssel vannak. Lehet, hogy az illető, aki nem szereti a másikat, az a másik nem is tudja. És az nagy hatással lesz az illetőre, akinek a szívébe baj és bánat van, harag van a másik ellen. És az ördög munkája ez, hogy elárulják az emberek egymást, és goromban forduljanak egymástól. És ilyenkor elfordulunk attól, amit követtünk. Hisz azt mondja Jézus, hogy legyünk az ő követői. János 16.1 mondja, hogy ezeket beszéltem, hogy meg ne botránkozzatok. Ez egy nagyon fontos, úgyhogy ne botránkozzatok meg. Van, aki egyik a másikat meg akarja félemlíteni. És ki vagy te, hogy halandó embertől félsz? Ez is egy nagy akadály. A szeretetben nincs félelem, mert a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Amikor félelmet érzékelünk a szívünkbe, akkor meg kell állnunk egy pillanatra, mert leállítja a gyarapodásunkat. Nem tudjuk birtokba venni, szintén leállítsa, nincs hit, mert a szeretetben nincs félelem. Sokszor valakikkel nem úgy vagyunk, és egy félelem. Ott nincs, a teljes szeretet űzi ki a félelmet. Ilyenkor a szívedet ki kell pucolni a másik irányába, mert a hitedet leállítsa, és egyszerűen
Egyik a másikat nem engedhetitek meg, hogy leuralja ez általában házasságokba, közösségi kapcsolatokba. Házasságokba együtt egy kell haladnotok hitben és szeretetben, egyik a másik tiszteletében, ugyanígy a partneri kapcsolatokba, baráti kapcsolatokba, egymás tiszteletében, mert egyik a másikat lenullázza, vagy éppen semminek tekinti egy sárnak, vagy egy pornak, akkor ott hogyan működjön, hogy mindig csak az egyik nézi el a másikét. Egyenragú partnerként kell a házasságba, a baráti kapcsolatokba, az egység, az hoz mindig áldást, az Úr áldása gazdagít meg, ez is kihat az agyangi gyarapodásra, ha az egyik mindig alul érzi magát. Meg kell vizsgálnotok a kapcsolataitokba, a házasságba, hogy együttesen, az ige is azt mondja, Urán Roberts mondja, hogy a feleségemhez még a házasságnál, amikor tanulmányoztam, hogy együtt térjünk rá a bőtölésre, együtt a szeretete és az imára, meg ne csaljon minket a sátán, hisz ha egyik alul érzi magát a másiknál, ha nincs egység, nincs közösségünk a szeretetben, akkor ott nem fog működni a hitünk, nem tudunk ketten együtt tízezet megfutamítani, ez akár a házastársi, akár a baráti kapcsolatokra, a közösségi kapcsolatokra, ez hogyan járnak ketten együtt, ha nem egyeznek, ahol már nem egység van, akkor már ott nincs a közösség, nincs a kettő tízezet való megfutamítása. A kis rókák megrontják a szőlőtövet, és kihatással van a te gyarapodásodra, a te jó érzésedre. Hisz Isten azt szeretne, hogy mi jól érezzünk magunkat az ő békességébe. Jézus azért jött, hogy békességet hozzunk nekünk. És Isten békessége, amely minden értelmet, minden emberi gondolatot felülhalad, az meg kell őrizze a szívünket, a gondolatunkat és a szánkat. És Jézus olyan békét hozott, amelyben nincs félelem. Hisz mondtam nektek, ha nem a félelemben vagyunk, és a félelem megkísért minket, hazudnák, ha azt mondanám, hogy nem. Mindenkit megkísért. Ott leselkedik és kopogtat az ajtónkon, legtöbbször az elménk ajtaján, vagy a szívünk ajtán valamit látunk, vagy valamit érzékelünk, de te uralkodj rajta, hisz a bűn ott leselkedik az ajtónknál, de nekünk emelt fővel kell járni, és a bűn kirúgni a házunkból. Meg nem hagyni, hogy megkísértse minket, leállítsa a gyarapodást. Annyi minden összefüggésben van a gyarapodásunkkal, tudnélik, ha belép már ez, például egy házasságba, hogy nem érzik magukat egyenrangúnak, hogy egyik nem tiszteli a másikat, hogy az egyik úgy érzi, hogy csak ő tűr mindig. Itt helyre kell hozni a közösséget, le kell ülni, meg kell beszélni egymással, közös nevezőre kell kerülni. Akikben sérelem van, akkor hogy tudnának együtt imádkozni? Lehet, hogy az egyik akar valamit, a másik meg nem. Lehet, hogy meg sem mondja a másiknak. Hogyan tudnak, ha nem együtt haladnak? Hogyan tudnának közösségre lépni? Ez is egy nagy akadály a bővölködésnek. És az Úr segítsen nekünk, hogy kiigazítsunk magunkat, ebben is jobban szeressük egymást, jobban tiszteljük egymást, és növekedjünk, és gyümölcsöt teremjünk. Észre se vesszük, és nem is gondoljuk, hogy ez a befolyásolja az anyagi életünket. Nagyon nagyba befolyásolja, mert a szívünk megsértődik, és távol van Istentől. Ma nem a barát Jézusunk van, távol vagyunk a hittől is. És ez akkor, hogy hitben való gyarapodásunk, a Biblia gyarapodásunk nem tud előjönni. Hidász király annyira szerette a gazdagságot, és azt kérte Istentől, hogy minden arannyá változzon az ő életébe. Biztos többen olvastátok ezt már. És hát a legkedvesebb lánya jött, és az is arannyá változott. Enni akart, és az is arannyá változott. És minden arannyá változott, és végül semmit nem tudott abból értékelni, és elvenni, és felsírt Istenhez. Sokszor olyanokat kérünk Istentől, ami nem igazán jól teljesíthető. Gondold át, mikor kérsz egy gyarapodást Istentől, hogy az bölcsességbe kérjed. Sokan olyan milliókat kérnek, és olyan gyarapodást, olyan gazdagságot, hogy nem tudod meg se közelíteni, mert nincs is ott a hit szinted. Sok ember újjászületik, betöltekezik Szent Szellemmel, és aztán utána nem tud erősödni a hitében a szolgálaton keresztül. Vajon jellemző-e itt a szolgálaton keresztül, hogy gyarapodunk? Szükséges, hogy halljunk ezekről üzenetet, az igazságról, Kenneth Hagint, ezért az Úr, majd ki fogok térni rá, igenis megdorgálta, hogy nem tanította meg a nyájat vetni és aratni. Mert nem csak elvetni, nem csak kérni kell, illetve nem csak arra kell a nyájat buzdítani, hogy vessenek, hanem az aratásra is meg kell őket tanítani. Pontosan ezek által, hogy mi az, ami leállítsa az életedbe a visszapördülését az anyagiaknak, mert sokan vetnek, de nem bírják learatni azokat a dolgokat, amiket elvetettek. És igenis, ezt, hogy hittel teljes szívedből adsz, azt hittel teljes szívvel kell visszavárnod.
sáfárság, a sáfár, jó sáfárkodva azzal a pénzzel, hisz az Úrtól kaptuk azt a pénzt, a miénk az a pénz persze, de az Úrtól kaptuk, és jó sáfárkodva kell ezt beosztanunk. Az engedelmesség azt fogja meghozni, a szellem által vezérelt engedelmesség meg fogja neked hozni a gyarapodást. De látod, nem szabad ugye halottra adni, ha elvetetted a magot, vissza kell várni, a szellemnek engedelmeskedni, nem beszélni róla, nem tudni, nem mondja azt a jobb kéz, mit csinál a bal, elvetetted, és holnap már ki akarod ásni, lehet, hogy holnap már megkapod, Isten tudja ezeket a dolgokat, de le fogod aratni, ez biztos. Elankadj, tarts ki, és ami nem hitből van, az bűn, hitből adjál, hitből tegyed a dolgaidat, mert ha nem hitből teszed, akkor nem jó, ugye a viszálykodás, a férj-feleség kapcsolata, a baráti kapcsolatok, ezek mind befolyásolják a te anyagi életedet, és amikor adsz, akkor ne félelemből adj, mert az nem hit, az nagyon-nagyon fontos az életünkben. Amikor aggodalmaskodunk, Úristen, most odaadom az én pénzemet, és nekem mi marad, akkor ez olyan, mint egy katona harcmezőn, aki bombákat gyűjt össze, ez egy nagyon veszélyes feladat, és hazafele azon aggodalmaskodik, hogy hogy fogja a családjának az igényeit előteremteni. Isten tett már dolgokat az életedbe? Tett! Mindannyiunknak tett, akkor ezután is meg fogja tenni. Gondoskodni fog a te életedbe. És a hit mindig előszólítja azt, amire szüksége van, de a hitre vigyáznod kell a szeretet útjára, mert a szeretetben van a hit. A hit és a szeretet együtt működik, és a szeretet és a megbocsátás kéz a kézbe járnak. Tehát meg kell a leggyorsabban bocsájtanunk. És ne azt mondd ki, amit látsz. Ez egy nagyon nagy akadály a gyarapodás útján. Ne a kifizetetlen csekkeidet, a lyukas cipőről, a rossz lakásról, ne arról beszélj, amit látni akarsz, a győzelemről, és arról a gyarapodásról, amit szeretnél elérni. Ugye a Galata 3.29, Ábrám magvai vagyunk az ígéret szerint örökösei, és így kötődünk az ábrámi szövetséghez. Tudnotok kell, hogy Ábrám szívből adta, fizetett tizedet Melkisédek rendje szerint. És ebből kijelentést kell, hogy vegyünk. Orán Roberts 12 évig volt fizető, de nem tudta, hogy mi jár neki, nem tudta, hogy hogyan működik. És nem fogadott el viszonzást, nem is fogadott el az emberektől pénzt. Sokan nem hisznek a visszaforgásba. Az Isten azt mondja, hogy százszoros, akár ezerszeres áldást is kérhetsz. A vetés-aratás törvénye működik Isten királyságában, a szellemi törvény ugyanúgy, mint a fizikai törvény. Ahhoz, hogy arathassunk, hiába vetettél, de ha ezek a tényezők vannak az életedben, ezek lehet, hogy kizárják, megállítják Isten működését, Istennek a gyarapodását a te életedbe. Ezért kell odafigyelned, hogy mik azok a tényezők, amik leállítsák a te életedbe azt a gyarapodást, amit Isten elrendelt a számodra. Az új szövetségben Jézus kezébe helyezzük az adományt, és nincs egy filérem se. Leállítod saját magad életébe a gyarapodást, mert nem Istenbe vetetted a hitedet. Isten nem mondja a Bibliában, hogy neked nincs egy filéret se. Azt mondja, gyerekem, mindenem a tiéd. Megáldottalak minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztusban. Azt mondja, hogy Jézus szegény életéreted, és hát neked azért, hogy gazdagá legyél. Ezért kell, hogy követeld a jogaidat, azokat a kiváltságokat, a több mint győzelmet, több vagy mint győztes, és a 3 János 2 mondja, hogy szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod. Mindenben beletartozik a gyarapodás, és ezt vedd el. Legyen jó dolga a lelkednek, mindenetnek, az egész életednek. És ha te hiányba vagy, akkor meg kell vizsgálnunk ezeket a területeket, akadályokat, hogy mi az, ami akadályozza az életedbe Isten bővölködését. Meg kell alapoznod a gyarapodásodat, és ki kell ejteni a szádon. Ennek ez egy valóságos rendszere, hinned kell benne, hinned kell, hogy Isten meg tud áldani. Ne korlátozz magad, ó, én csak egy kis nyugdíjas vagyok. Azért, mert nyugdíjas vagy, vagy azért, mert talán úgy látod, hogy te neked most nincs erre lehetősége. De honnan tudod, Isten a mi forrásunk? Először is hinned kell a szívedbe, hogy soha többet nem megyek tönkre, hogy mindenben meggazdagodtam. Kenneth Hagin mondja, mindenben meggazdagodtam, és soha többet nem megyek tönkre. Mondjuk együtt, mindenben meggazdagodtam, soha többet nem megyek tönkre. Amen. Amen. Többet soha nem mész tönkre, és meggazdagodtál. A világ rendszeréből váltsák Isten rendszerébe, és néhányatoknak rendszert kell váltani. Mindnyájunknak. Amen. Amen. A váltás nem embertől,
nem az államtól, Istentől, egyedül Istentől, ő a te forrásod, őtőle várt. Oké? Teljesen mindegy, de embertől fogod kapni, de akkor is Isten a forrásod, és neked Istenbe kell megbíznod. A tized, azt tudjuk, hogy egy szövetségi kapcsolat, amikor pénzt helyezünk Isten rendszerébe, akkor megadatik, hogy ebben a isteni rendszerben fent tudunk állni. A tized többféle fajtája van a fizetésnek, sok ember korlátozva van a gyarapodásba. Nem tudja elvenni azt az áldást, ami járt volna neki. Egyrészt nem tizedfizető, másrészt nem adakozó, másrészt nem engedelmesek a szellemnek. Harmadszor belépnek ezek a félelmek, kötésekben, amit félelemből adsz, az vissza fog jönni. Nem. Ha azért adtál valamit, mert a másik adott, és megutánoztad, nem fog működni. Neked a szellemre hallgatva kell adnod, tenned, vagy bedobni, és azt a Úr Jézus lássa, és azt úgy fogja neked ezerszeresen visszaadni. Így van. Az ige világosságába járva tudsz gyarapodni. Úgyhogy ne korlátozd önmagad, sem másokat. Azért, mert te mondjuk többet tudsz adni, ahogy a másikat lenézed, mert ő szegény, ő kevesebbet. Isten nem így tekinti.